A Kis Dorogi Német Egyesület énekkara énekelt a Székely Emlékpark megnyitóján. Ez is jelezte, a településen élő három népcsoport közösséget alkotva védi közös értékeit. Mindez mintaértékű, mondta Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója, aki arról is szólt, ezzel az emlékparkkal azt szimbolizálják, hogy a bukovinai székelyek otthonra találtak. Nekünk kisdorogiaknak a legfontosabb ez a mai nap. Most már nagyjából egy éve, több mint egy éve készül ez a kis emlékhely. Korábban is, 1945 előtt is egy szakrális tér volt, jelzi ezt egy régi kereszt, úgyhogy egy ilyen kiemelkedő helyen kapott helyet, és lesz felszentelt föld ismét újabb tárgyegyüttesekkel Kisdorogon ez a kis térség, úgyhogy én azt hiszem, hogy minden évben húsvét másnapján itt leszünk, és megemlékezünk erről. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke azt mondta, a népcsoport egészen számára fontos minden hasonló avató ünnepség, mellyel az őseikre emlékezhetnek. Fontos ez rész számunkra, főleg az, hogy át tudjuk adni, meg tudjuk mutatni a fiataljaink számára, és minden ilyen emlék, oszlop vagy székelykapu emlékeztesse mindenkit arra, hogy a székelység komoly hagyományokat őriz, amelyet mindig bízom benne, hosszú éveken keresztül meg tud őrizni és át tud adni. Erős Boldi Zsárni, a Kisdorogi Székely Nagyományőrző Egyesület elnöke arról beszélt, 2017 óta folytak az előkészületek a park felállítására. Az emléktárgyak elkészítésével egy helyi fafaragót, Ferenc Istvánt bízták meg. A továbbiakban, még ha sikerül pályázni, akkor az öt székely falunak is még egy-egy kopjafát szeretnénk emlékül állítani. A park létrejöttéhez a területet az önkormányzat biztosította, míg a szükséges anyagi forrásokat a Bethlen Gábor Alapítvány pályázata fedezte.